Két egymás követő nap is megdőlt a globális melegrekord a Földön. Hétfőn 17,15 század Celsius fokra emelkedett a felszíni levegő átlag hőmérséklete a Földön, és hát különböző adatok nélkül is éreztük ezt. Az elmúlt hetekben Magyarországot és a térségünket is szinte elviselhetetlen hőhullám kapta el. Az egészségügyi kockázat mellett ráadásul gazdasági átrendeződés is következhet. Arról, hogy kell-e sziaszt a Magyarországon, és mit hozhat a globális felmelegedés és a klímaharc, Bart István klímapolitikai szakértővel beszélgettünk. Ilyen nyaraink lesznek mostantól? 35 fokokat kell túlélnünk hétről hétre? Mi lesz a trend innentől kezdve? Alapvetően igen. Tehát, hogy ez természetesen pont a klímaváltozás miatt egyre inkább így lesz. Az idei év valószínűleg egy kicsit melegebb, mint amire mondjuk akár jövőre is lehet számítani. Itt az elmúlt évben egy kicsit előre szaladt a klímaváltozás az El Niño hatás miatt, amit szívesen elmagyarázok egyébként később. De azért alapvetően van egy egyértelműen domináns melegedő trend. Maradhatunk az El Niño-nál, mert hogy sok helyen olvasni ezt, és ez pontosan mit jelent? Miért van emiatt melegebb Magyarországon? Az El Niño, igen, ez egy nagyon érdekes dolog itt, hogy az történik, hogy a déli csendes óceánon, tehát a Chile partvidékén normálisan a tengeráramlatok úgy működnek, hogy a hideg tenger, tehát a tenger fenékről, a tenger mélyéről a hideg áramlatok feljönnek a tengerparton, és akkor azután a lefedi, tehát a hideg vízzel fedi le a csendes óceán felületét, a felső részét. Viszont vannak olyan időszakok, ezeket hívjuk El Niño időszaknak, amikor ez nem történik meg. Tehát van egy ilyen, és ez rendszeresen előfordul 2-3-4-5 évenként, van egy olyan stádium a csendes óceánnak, amikor nem hideg tengervíz van a felszínen, hanem a felszínen marad a meleg tengervíz. És ez a meleg tengervíz, ugye, mivel ott marad a felszínen, ezért felmelegíti a légkör további részét. Tehát sokkal nagyobb melegedést észlel, vagy tapasztal, vagy kap a légkör, mint egyébként, és aztán ennek ilyen dominószerűen az egész Földön megvannak a megfelelő hatásai. Tehát Ausztráliában szárazabb lesz az idő, Afrikában nedvesebb, és így tovább, és ennek az egyik hatása például az, hogy ilyenkor nagyobb melegek lesznek. De ezért láthattuk azt, hogy a Kárpát-medencében, hogy mondjam, ránéztem a térképre, Európa térképre, és azt lehetett látni nagyon leegyszerűsítve, hogy a Kárpát-medence és a Balkán térsége hát fekete volt, mert hogy itt mérték a legnagyobb hőmérsékleteket, még azért nyugatabbra, és akár még a mediterrán térségben sem mértek ilyen hőmérsékletet. Miért van az, hogy most mi kaptuk meg ezt a meleget? Ezen a két hétben itt Kelet-Európában volt nagyon magas a hőmérséklet, egy hónappal ezelőtt meg Franciaországban, tehát az, hogy pontosan Európán belül egyik héten hogy alakul a másik, meg a másik héten, és hogy pontosan melyik részén Európának jön be ez a nagy meleg, ez már a természetes időjárási variabilitás a következménye. A lényeg, amit az El Niño okoz, az, hogy az a változékonyság, ami történik, az egy sokkal magasabb hőfokon valósul meg. Nyilván régen is voltak nagy melegek, ezek a nagy melegek most nem 35 fokosak, hanem 40 fokosak. Mondom, ezt részben az El Niño egy kicsit meglökte most ebben az évben, de azért alapvetően látszik az, hogy az évről évre egyre melegebbek lesznek, tehát van egy hosszú távú melegedési trend. A másik, ami egy fontos trend, hogy egyre hosszabbak is lesznek ezek a meleg időszakok, ezek a forró időszakok. Ez leginkább a széljárás változása miatt van. Tehát a melegedésnek az is a következménye, hogy a globális széláramlatok azok lelassulnak. Ez azért van, mert a sarkvidékek sokkal jobban melegszenek, különösen az északi sark, mint a bolygó dereka körüli részek. És ugye a szél az ugye azért van, mert végülis az egyik helyen hidegebb van, a másik helyen meg melegebb, és hogyha ez a hőmérsékleti különbség a sarkvidék és a bolygó dereka vagy nagy része között csökken, akkor kevesebb lesz a szél. Tehát nagyon sok minden, és akkor emiatt, mivel kevesebb lesz a szél, ezért ezek a nagy melegek sokkal lassabban tudnak szétszóródni. Tovább maradt tehát akkor a kánikula hosszabb időkre Magyarországon. Hosszabb időkre is melegebb lesz. Igen. És mit jelent ez a magyar gazdaságra nézve? Mondom, amit én tapasztaltam, hogy hát múlt héten otthon voltam, javarészt otthonról dolgozok, és hát tehát gondolkodással is problémák voltak már, hogy az embernek hát
nem úgy forog az agya. Ez mit jelent van, ez a gazdaságra nézve? Hát voltak erre, vannak erre számítások, tehát a világgazdaságban ez sok százmillió munkaóra veszteséget jelent, azért mert egyszerűen az emberek nem tudnak dolgozni, amiatt, hogy túl nagy a forróság. Nyilván a nagyon nagy problémát jelent a mezőgazdaságban az, hogy ugye ezek a nagy forróságok hatványozottan növelik a párolgást, tehát sokkal jobban kiszáradnak a növények, a fák is, meg a haszonnövények is, ami azt jelenti, hogy tönkre megy a termés. És ezek nem magyar jellegzetességek, tehát nyilván Indiában, Görögországban, Mexikóban, bárhol máshol tapasztalhatjuk ezt, hogy egy ilyen nagy hőhullám az nagyon káros tud lenni, akár mindenkire, aki dolgozik, pláne aki a szabadban dolgozik, ugye nagyon sok esetben halálos is tud lenni. Ugye mi még egyébként nagyon fontos látni, hogy mi itt Magyarországon viszonylag jó helyzetben vagyunk, mert még akkor is, amikor nagyon meleg van nálunk, nincs nagyon nagy páratartalom. Ugye az igazán halálos, tehát tényleg amikor effektíven meg kell halni az utcán, mert olyan meleg van, az akkor van, amikor egyben nagyon magas a páratartalom is, mert az emberi szervezet ugye nem bír ki egy bizonyos meleg és páratartalom. Tehát, mert ugye mi van, hogyha meleg van, akkor úgy hűtöm le a testemet, hogy párologtatok. Tehát, hogy ugye vizet párologtatok ki a testembe, hogy izzadok, ettől hűlök le. Ha viszont a víz már tele van, ha viszont a levegő már ugye tele van vízzel, akkor nem tudok párologtatni. És hát nagyon sok haláleset van ezek miatt. Hát ugye most volt idén egy pár hónapja, most pont ilyenkor júniusra esett a nagy mekkai zarándoklat, ahol nem is tudom, 1000 ember halt meg, ami nyilván sok millió zarándokról van szó, de azzal együtt ez egy szokatlan nagy halálozás volt, pedig ugye a szaudiak nagyon sokat foglalkoznak azzal, hogy próbálják hűteni, árnyékolni, meg valamilyen módon vigyázni az emberekre, de még így is nagyon sokan meghaltak. És ez világszerte látszik, hogy nagyon sok haláleset van a hőség miatt. Hát ugye Magyarországon is volt ez a szomorú eset, hogy a postás, a Kelebián ugye az egyik postás meghalt. Azoknak az óvintézkedéseknek az ellenére, amiket egyébként a posta megpróbál megvalósítani. Tehát ez egy nagyon veszélyes dolog. Ugye két olyan csoport van, akik különösen veszélyeztetettek. Egyrészt azok, akik kint dolgoznak a szabadban, tehát ilyenkor nagyon káros lehet a szabadban dolgozás, és a másik pedig az idősek. 70 fölött már nagyon sokkal nehezebben viseli a szervezet ezeket a nagy melegeket. Azt hiszem, sokan vannak, akik most a nagymamáikra jobban figyelnek ezekben a hetekben. Európára visszatérve és az európai gazdaságba, ha mondjuk egy-két évtizedes táblatban nézzük, akkor már lehet látni, hogy egyes országoknak alkalmazkodni kellett itt a klímaváltozás kapcsán felmerülő gazdasági változásoknak, földrajzi változásokhoz? Hát mindenkinek kell alkalmazkodni, ugye a tavalyi év az például ugye nagyon súlyos volt mondjuk az olívaolaj termesztésben, tehát hogy gyakorlatilag harmadakkora volt az oliva termés ugye Spanyolországban, Görögországban és Olaszországban, mint szokott lenni. Tehát kevés lett az olívaolaj, és ebből kifolyólag. Túl meleg volt már ott is. Túl meleg volt, igen. Tehát túl meleg, illetve túl száraz. Tehát ugye a hőség meg a szárazság az azért együtt jár, és a kettő együtt okoz mindenféle csapásokat. Tehát az adaptáció egyébként egy régóta fennálló feladat, és ugye mindenki, akinek vagy egy gazdasági tevékenysége van, amit működtetnie kell, vagy valamiféle infrastruktúrát kell működtetnie, annak ezzel számolnia kell. Tehát nagyon jól láttuk azt, hogy ugye a MÁV is megmondta, hogy ugye ők ezeket a vonatokat nem a 40 fokos hőségre tervezték, de mondok egy példát, amire én sem gondoltam, pedig régóta foglalkozom ezzel, hogy az olajfinomítók például nem tudnak igazán működni a bizonyos hőmérséklet felett. Tehát az Egyesült Államokban például az olajfinomítói kapacitásnak egy jelentős része a mexikói öböl partján van, és amikor ott azon a részen nagyon meleg lesz, akkor leállnak az olajfinomítók, és akkor nincs benzin, és akkor az a benzin, ami van, az sokkal drágább lesz, tehát hogy ennek ilyen dominó hatások érvényesülnek a gazdaságban. Itt több fajta adaptációra kell gondolni. Van az, hogy tényleg effektíve vigyázzunk arra, hogy ne kapjunk hőgutát, meg ugye ha más klímahatásokra gondolunk, ugye az árvizek ellen kell védekezni és hasonlók, de van egyfajta gazdasági adaptáció is. Tehát azt észrevenni, hogy bizony vannak bizonyos gazdasági tevékenységek, amik abból indulnak ki, hogy olyan a hőmérséklet, amilyen, és hogyha az már nincs, akkor az már nem lesz. Ugye klasszikus példa ugye az alpesi sípályák, ugye, amik már sorra zárnak be. Tehát ugye az alacsonyabban fekvő sípályákon már elég jól látható, hogy egyre több zár be. Világkupát nehéz megrendezni manapság. Igen, tehát hogy a magasabb helyeken még igen, de alacsonyabb szinten, alacsonyabban fekvő síterepek már bezárnak.
De nagyon pörög, mint olvastam a múltkor, a skandináviai turizmus is, tehát hogy egyre többen járnak Svédországba nyaralni, egyszerűen azért, mert Görögországban már nem jó nyáron nyaralni menni. És akkor ugye még nem beszéltünk az ilyen teljesen nyilvánvaló dolgokról, hogy óriási erdőtüzekkel, például hogy a görögöknek ugye hatalmas erdőtüzekkel kell megvívni, ők ugye tavaly volt az a helyzet, amikor volt a talán a görög történelme mért legnagyobb erdőtűz, amit aztán egy hatalmas nagy orkán, egy ilyen mediterrán orkán oltott ki, ami aztán viszont elárasztotta egész Tesszáliát, és tönkretett egy olyan mezőgazdasági területet, ami hát valószínűleg évek múlva fog csak helyreállni. Tehát számtalan klímahatás van, amit ilyen módon lehet azonosítani. Európában ez vezethet valamifajta élelmezési problémához is? Említette, hogy a mediterrán térségben már nem is lehet biztosan megtermeszteni mondjuk az olívabogyókat, akkor ebből fakad, hogy mondjuk akkor Magyarországon kell majd egy ponton túl olivát termeszteni, és egy ponton túl, nem tudom, Skandináviába kell mondjuk búzát vetni. Hát van, tehát hogy mondjam, ez nem és egy ponton túl kiszorulnánk. Ez akkor. Egy nem egy élet, tehát hogy mondjam, azért nem egy ilyen gyorsan dolog. Tehát nem, a világon nem, tehát nincsenek globális élelmezési problémák, tehát mindig sokkal több élelmet termelünk globálisan, mint amennyire szükségünk. Egy nagyon szép példája ennek az, hogy az Egyesült Államok kukorica termelésének a nagyobb része, tehát mondjuk 60%-a üzemanyagra megy el. Tehát bioüzemanyagot csinálunk belőle, és nem élelmet. Tehát, hogy nagyon sok mindent tudunk még csinálni azért, hogy legyen elég élelem globálisan. Ugye például rengeteg állattartással foglalkozunk, hogy az állattartás az eleve egy nagyon rossz hatékonyságú hasznosítása a növényeknek. Tehát, hogyha mondjuk nem takarmányt termelünk, hanem olyan növényt, mondjuk búzát vagy kukoricát, amit közvetlenül meg tudunk enni, akkor azért sokkal több embert el tudunk látni. Csak kicsit azért is kérdeztem, mert felmerült az, hogy itt a globális ellátási láncok legyenek rövidebbek. Ergo mondjuk Európa próbálja meg megtermelni magának azt, amit megesz. Hát ugye az ellátási láncok az ez egy másik történet. Ugye az ellátási láncokat nagyon gyakran szokták ugye ilyen klíma szempontból felhozni, hogy ez egy probléma, hogy az ellátási lánc, tehát hogy mit tudom, nem tudom. Venezuelából banán. Venezuelából jön a banán, és nem tudom, Indiából a kókuszdió. De valójában, hogyha megnézzük, akkor a karbon lábnyoma a legtöbb dolognak, amit megeszünk, abban nagyon kicsi a közlekedés. Tehát általában nem azzal fogjuk csökkenteni a kibocsátásainkat igazán, hogy csak helyi dolgokat eszünk. Ezzel együtt természetesen lehet gondolni arra, hogy jobbak a rövid ellátási láncok, mert nyilván ez is egy megtakarítás, plusz akkor hazait eszünk, tehát nem visszük ki külföldre a pénzünket, tehát számtalan okból jó lehet. És nyilván az is igaz, hogy a klímaváltozás az valóban alkalmanként ugye meg tudja sérteni ezeket, tehát tudja károsítani vagy nehezíteni ezeket az ellátási láncokat. Most mondok egy példát, hogy ott van mondjuk a Panama csatorna. A Panama csatornának ugye egy nagyon fontos, talán nem kell részletezni, milyen fontos világkereskedelmi szerepe van, de nagyon kevés benne a víz. Tehát ugye a Panama csatornát ugye nem szokták tudni az emberek, de ugye nem az van, hogy a tengervíz folyik át az egyik irányból a másikba, hanem ez egy hegy, aminek a közeg, ugye mondjuk képzeljünk el egy tulajdonképpen ugye van a két óceán, és a kettő között egy hegygerinc, és a tetején van egy tó, egy édesvízi tó. És ez az édesvízi tó táplálja a zsilipeket mind a két irányba, de ebből az édesvízi tóban akkor van víz, hogyha esik az eső. És ez egy nagyon nagy probléma, hogy egy nagyobb szárazság idején korlátozni kellett, idén tavasszal is, hogy korlátozni kellett a Panama csatorna áteresztő képességét, egyszerűen azért, mert nem volt elég víz. Alkalmazkodás, ez is szóba került. Először nézzük meg az egyén szintjén, és itt mondjuk kifejezetten kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan lehet ezekben a kánikulai napokban környezetbarátan hűsíteni. Gondolom az, hogy NU21-ben megy mondjuk a légkondi, az kevésbé felel meg a környezetbarát metódusnak. Hát én hogy mondjam, kicsit visszadobnám ezt a kérdést, mert szerintem ez egy nagyon súlyos probléma mindig, amikor a klímáról beszélünk, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az egyén szintjére. Tehát mindig azon gondolkozunk, hogy az egyén hogyan csinálhatja meg. És ez valójában egy kicsi csalóka, mert ez alapvetően egy közösségi társadalmi probléma. Tehát az egyén tehet dolgokat, tehát például bekapcsolhatja a légkondit, vagy tehet föl szigetelést, vagy nem tudom, lehúzhatja reggelenként a redőnyt, és akkor nem fog annyira fölmelegedni a lakása. De amikor arra foglalkozunk, az egyén hogyan tud ezzel megbirkózni, akkor tulajdonképpen elvesszük a felelősséget, vagy a terhet a döntéshozóktól. Tehát mondok egy példát, hogyha mondjuk az egészségügyről beszélgetnénk itt, vagy az oktatásról, és mondjuk arról lenne szó, hogy milyen nagy kórházbezárások vannak,
akkor nem kérdeznéd meg, ugye, hogy hogyan tud az egyén föltenni az egészségügy problémái ellen, hogy akkor, és akkor én elmondom neked, hogy én például múltkor kivettem a saját vakbelemet, tehát hogy, szóval, hogy valójában... Nem szeretném az egyén felelősségét túlfirtatni, csak hogy a nap végén végülis én nem, vagyok otthon, nekem kell valahogy megoldani azt, hogy ne forjon fel az agyam. Ez így van, ez nagyon fontos, de szerintem nagyon fontos látni, hogy ez egy közösségi probléma, amivel szembesülünk, és én nekem az egyik legfurább dolog az volt, hogy végigcsináltuk ezt a 2 hetes kánikulát itt Budapesten, vagy Magyarországon, és igazából egyszer sem merült föl, hogy mit csinál az állam, ugye? Hanem itt ültünk, hogy ja, hát meleg van, igen, és ez egy ilyen dolog, ami történik velünk, de az, hogy a kormány elmondta volna, hogy ők egyébként ezt mennyire tekintik egy helyzetnek, amivel mondjuk ők szeretnének, hogy mondjam, legalább kezdeni valamit, vagy hogy mondjam, felismerni, hogy itt egy meleg van, és ez a meleg, ez nem egy természeti jelenség, hanem ez egy emberalkotta jelenség. Ez lett a következő kérdésem. Igen, tehát hogy számomra, én ezt látom, hogy a legtöbb ember, és ez nem, tehát a legtöbb ember arra lett trenírozva, hogy amikor a klímaváltozásról hall, akkor utána az legyen a következő gondolat, hogy én személy szerint mit tehetek a klímaváltozásról sal kapcsolatban, hogyan tarthatom magamat hidegen, hogyan csökkentetem a kibocsátást, és ez egy nagyon téves gondolat. Nem azt mondom, hogy téves, de egy kicsit félreviszi a dolgot, ugyanis egyénként nagyon nehezen cselekedhetünk a klímaváltozás ellen. Tehát vannak dolgok, amiket meg tudunk csinálni, de ugyanolyan, mint az egészségügy. Tehát nyilván, ha én nem vigyázok az egészségemre, akkor a legjobb kórház sem fog tudni megmenteni, de hogy mondjam, egy rákot nem fogok tudni azzal megelőzni, hogy vigyázok az egészségemre, tehát vagy egy lábtörést nem tudok megoldani. Tehát... Ez tiszta sor szerintem mindenkinek. Igazából csak a felelősség teljes viselkedés. Én azt erre akartam rákérdezni, hogy akkor most szabad-e bekapcsolni a légkondit nagyon leegyszerűsítve. Hát én azt gondolom, hogy jobb légkondit bekapcsolni, mint hőgutát kapni, tehát hogy ez mindenképpen egy nagyon fontos dolog. Nyilván ésszel érdemes használni a légkondit, tehát hogy nem éjjel-nappal, meg nem 22 fokra levive, ugye pont például az is nagyon fontos, hogy hogyan öltözünk, hát öltözünk lengén, ugye lehetőség szerint úgy, hogy ne, tehát nem kell ilyenkor öltönyben, nyakkendőbe járni például, aki a munkahelyére megy, hanem fogadjuk el mindannyian, hogy amikor 40 fok van, akkor nem fogunk öltönybe járni. Tehát, hogy természetesen lehet ilyeneket csinálni, ki lehet hagyni azokat a legmelegebb órákat, tehát nyilván aki kint dolgozik, az ne dolgozzon kint, tehát mit tudom én, 12 és 3 között nem lehet igazából kint lenni egy ilyen kánikulában, és nem, tehát hogy azt nem kell csinálni. De akkor kvázi Magyarországon is kéne sziesta idő. Így van, igen. Egyébként érdekes módon ugye pont ez a történet, amit említettem, ugye annak a szerencsétlenül járt postásnak az esete, ugye utána a posta elmondta, hogy ők miket csinálnak egyébként azért, hogy megvédjék a dolgozóikat, és én ezúton is szeretnék gratulálni nekik, mert amit elmondtak, az nagyon megfontolt és alapos dolognak tűnt. Nem tudom, hogy a gyakorlatban hogy működik, de azt mondták, hogy egyrészt mindenki kap védőitalt, másrészt a cég pénzén vehetnek maguknak vizet, hogyha kell. Harmadrészt elkezdhetnek korábban dolgozni, és a nap folyamán, hogyha akarnak, akkor kihagyhatnak akár 1-2 órát ezekben a De sőt, még meg is van nekik mondva az, hogy hol vannak azok a légkondicionált közintézmények, vagy helyek, ahova bemehetnek hűsölni. Tehát szerintem ez egy példaértékű hozzáállás egy munkáltató részéről. Most nyilván szomorú, hogy ebből az alkalomból tudtuk meg, hogy a postánál egyébként ezzel foglalkoznak, ezzel a kérdéssel, és már valaki végig gondolta. De ez, tehát, hogy ilyeneket kell csinálni. Tehát, hogy ésszel kell hozzáállni ezekhez a nagy forróságokhoz. Ugye nagyon sokat számít, az én például azt szoktam csinálni, hogy éjszaka kinyitom az összes ablakot, átszellőztetem a lakást, és reggel viszonylag hamar lehúzom a redőnyöket, és akkor megpróbálom tartani a hideget, és akkor azzal már jó pár fokkal hidegebben tudom tartani a lakást. Államfelelőssége. Én ezt úgy akartam feltenni ezt a kérdést, hogy mi rövid távon, mi középtávon, és mi hosszú távon az államfelelőssége ebben a helyzetben, és mit tud tenni az állampolgárokért? Hát ugye az állampolgárokért, ha ezt nézzük, tehát hogyha konkrétan a hőhullámokat nézzük, akkor nagyon sok mindent. Ugye a posta is egy állami szerv, tehát ugye, ha munkáltató az állam, akkor ezeket a dolgokat például, amiket elmondtam, el tud végezni. Nagyon sokat lehet tenni a városi adaptációban azért, hogy a városi... Ugye a városban van ez a fajta városi hősziget, tehát amikor meleg van, akkor ugye a városban még melegebb van. A falak ugye magukba gyűjtik, a légkondik pumpálják ki a lakásokból a meleget, tehát az utcán ugye még
melegebb tud lenni. Nagyon sokat segítenek a nagyon sokat segít a növényzet. Tehát a fák, a füves területek, tehát a nem leaszfaltozott területek sokkal hűvösebbek. És ugye minden élő dolog az párologtat. Tehát úgy tud lehűlni a földfelület, hogyha elpárologtatja a vizet. Most, hogyha van víz a talajban, akkor az úgy tud elpárologni, tehát hogyha le van aszfaltozva, akkor nem tud elpárologni, akkor tud elpárologni, hogyha ott fűfa virág van. Tehát, hogy a fák nem dekorációként vannak a városban, hanem egyrészt árnyékolnak, másrészt párologtatnak. És azért nagyon, tehát hogy ez a legfontosabb, az egyik legfontosabb dolog, amit lehet tenni. Tehát, hogy olyan környezetet biztosítani, ahol megelőzzük ezt a városi felforrósodást. Egy másik nagyon fontos dolog, kicsit hosszabb távú, a szigetelés. Az emberek a szigetelésre mindig úgy szoktak gondolni, hogy ez a hideg ellen van, de valójában a meleg ellen is nagyon sokat tud tenni. És ugye Magyarországon jól tudjuk, hogy mindig halljuk, ugye, hogy már egy nap alatt elfogyott a lakásfelújításra szánt állami támogatások. Tehát, hogy mondjam, minimális, sokkal kevesebb pénz megy, állami pénz megy arra, hogy az emberek szigeteljék a lakásaikat, mint amennyit az emberek egyébként erre szeretnének költeni. És ez egy nagyon hasznos dolog, mert ugye egyrészt kevesebb gázt fogyasztunk télen, kevesebbet légkondicionálunk a nyáron, kevésbé melegszünk túl, tehát számtalan előnye van a szigetelésnek. Ezen kívül én azt gondolom, hogy a figyelemfelkeltés, tehát abban is nagyon sokat lehet tenni az, hogy az emberek tudjanak erről a problémáról, és figyeljenek magukra, a hozzátartozóikra. Szerintem ebben egyébként sokkal többet fejlődtünk, tehát most már ezt úgy tudogatják az emberek, hogy ez a nagy forróság, ez nem játék, ilyenkor figyelni kell, különösen az idősekre. Ugye vannak ezek a lehűlő helyek, ahova el lehet menni, egy kicsit lehűlni, ezek mind nagyon fontos és hasznos intézkedések, és remélhetőleg ugye oda fognak vezetni, hogy sokkal kevesebb ilyen hőhullám idején történő haláleset lesz. A hőszigetelés, hogyha jól mondom, benne volt az EU-nak a Green Deal-jében is, mint egy fontos szempont, és egy kicsit akkor beszélve Európáról, itt az EP választások után azért azt láthattuk, hogy a zöld pártok visszaestek. Mi most Európában, az Európai Unióban a helyzet a klímaváltozással mennyire tudtak eddig tenni ez ellen, és hát a kérdés, hogy mennyire lehet a jövőben itt a változások kapcsán? Hát ugye az EU-ban a 19 és 24 közötti Európa Parlament az szerintem az eddigi EU-s történet egyik a klímaaktivistább parlamentje volt, a szó jó értelmében. Ugye a 19-es választások előtt volt a Greta Thunberg féle mozgalom, hogy nagyon megdobta ezt a dolgot, és nagyon tényleg rengeteg zöld, ugye azt hiszem a 700 valány képviselőből 80 zöld képviselő lett, és, de nem csak ők voltak zöldek, hanem az összes többi párt is. Tehát ugye a zöld mozgalom érdekes, hogy egy kicsit úgy működik, mint a szélső jobb, hogy ugye, hogyha megjelenik egy erős párt, erős gondolatként, akkor úgy fertilizálja a többit is. Mert mindenki rájön arra, hogy hát itt van ez a nagyon fontos üzenet, amire rezonál a polgár, na akkor én is egy kicsit bezöldülök, vagy ugye ugyanígy, ahogy a szélső jobb esetén is. Tehát, hogy nagyon, tehát a zöld gondolat az mindig sokkal többet tud elvinni, mint ahány szavazata van. Tehát nem az van, hogy a többiek akkor azok egyáltalán nem érdeklődnek, és ugye ezért tényleg az történt, hogy az Ursula von der Leyen féle bizottság rendkívül sok nagyon intenzív klímavédelmi intézkedést tudott megvalósítani, és hát azt látjuk, hogy tényleg a kibocsátások csökkentésében nagyon szépen halad előre az Európai Unió. Tehát, hogy de szakma elégedett ezzel. Hát, hogy mondjam, amennyire lehet, ugye nyilván a politikai realitásokat figyelembe véve, tehát hogy természetesen az hogy mondjam, hogy a politikai realitások, ugye itt volt a mezőgazdasági, ugye a tavaszi gazdatüntetések. Ugye ezeknek a tüntetéseknek ezek jelentős részben ilyen klímavédelemhez hasonló, vagy ahhoz kapcsolódó intézkedések nyomán pattantak ki. Ugye a Hollandiában a nitrogén kibocsátást próbálta megfékezni a holland kormány, elsősorban levegőszennyezési okokból, de a nitrogén egyébként egy nagyon súlyos klíma, tehát a dinitrogén oxid az egy üvegházgáz is, tehát hogy ez klíma szempontból is jó lett volna. Ugye ennek nagyon erősen ellenálltak a holland gazdák. Németországban ugye az volt a gondolat, hogy a zöld dízelt fogjuk megszüntetni, tehát azt, hogy kedvezményes áron, kedvezményes adóteherrel vehetnek dízelt a gazdák. Ugye ezek mind olyan intézkedések, amelyek tulajdonképpen csak arról szólnak, hogy
vegyük figyelembe a klímaváltozás szempontjait, de sőt, és, na és akkor, tehát hogy rövidre zárva a történetet, ezek az intézkedések mind ugye oda vezettek, hogy elkezdtek tüntetni, és akkor tulajdonképpen az egész európai establishment visszavonulót fújt, és úgy érezte, hogy nem éri meg ezzel bajlódni, és de még az egyéb klímavédelmi intézkedéseket is eltörölték, amelyek egyébként a közös mezőgazdasági politikában vannak. Tehát ez egy nagy kudarc, de hát ez így megy ez a dolog, hogy ha vannak traktoraid, és nagy balhét tudsz csinálni, akkor, és választások következnek, akkor sajnos neked lesz igazad. Még akkor is, hogyha egyébként nem. Egyébként ez egy rossz irány. De ez így megy? Mert hogy felmerül az, hogy nem az történt, hogy nagyon erőteljesen valakik, most mondok egy álláspontot, elefántcsontoronyból át akartak vinni kis embereken változtatásokat, és nem lett ez igazán elmagyarázva, hanem csak azzal szembesültek, hogy nektek most többet kell fizetni, más kell megvásárolni, és nem tudták nekik elmagyarázni, hogy ezt miért kell, miért jó nekik végül is hosszabb, akár már középtávon is, hogyha hát meglépik. Szerintem ebből a szempontból azt fontos látni, hogy mi itt Magyarországon ebben az egész, hogy mondjam, gondolkodásban egy kicsit le vagyunk maradva, abban az értelemben, hogy nálunk nincs egy igazán domináns zöld gondolat a politikában. Tehát ilyen jelszavak szintjén, de nincs az, ami Nyugat-Európában. Nyugat-Európában nagyon sok zöld választó van, és ezért csomó politikus számít arra, hogyha én azt mondom, hogy akkor most tessék bevezetni a hőszivattyúkat, például mondok egy példát, akkor nagyon sok választó ezt támogatni fogja, tehát hogy mögötte állnak a választók. Egy nyugati politikus, főleg, hogyha mondjuk ebben a zöld oldalon van, akkor alappal számíthat arra, hogy ő bírja a választók támogatását. Ugye mire ezek az intézkedések hozzánk eljutnak, ezek ilyen európai diktátumokként hatnak egy kicsit. Noha valójában ezek mögött van politikai támogatás, csak az a politikai támogatás az mind Nyugat-Európában van. Ugye Magyarországon is van politikai támogatottsága a zöld gondolatnak, meg a klímavédelemnek, de nagyon gyenge. Tehát az embereknek nem ez az elsődleges dolog. Amikor ugye bemennek a szavazófülkébe, akkor nem az éghajlatra gondolnak, és annak alapján adják le a szavazatukat. Nyugat-Európában sok ilyen ember van, akinek ez a legfontosabb. De egyébként ugyan a nagy probléma, és ez nagyon jól látszott az utóbbi időben, hogy ugye az éghajlattal, a környezetvédelemmel az emberek akkor szeretnek foglalkozni, amikor jól megy a szekér. Tehát amikor nincsenek kenyérgondjaik, meg ilyesmi. És akkor olyan sok ember azt mondja, hogy jó, hát akkor most próbáljunk meg valamit tenni a jövőért. Amint ugye jön egy COVID, vagy egy válság, vagy valamiféle krízis, ugye infláció, megélhetési problémák, nagyon elapadnak azoknak az embereknek a száma, akiknek van kapacitásuk arra, hogy azzal foglalkozzanak, hogy mi lesz majd az unokáinkkal, és inkább azzal foglalkoznak, hogy hogyan fogom befizetni a villanyszámlát a jövő héten. Ez egy teljesen természetes dolog. És most ugye azt látjuk, hogy azért volt egyfajta átlendülés abban az értelemben, hogy nagyon sok európai radikális jobboldali mozgalom ugye zászlajára tűzte azt, hogy igen, ne tessék minket arra kényszeríteni, hogy most itt a klímaváltozás miatt, nem tudom, hőszivattyút vásároljunk. Ugye ez Németországban ugye ez a probléma, hogy ez a zöld szocialista kormány agresszív hőszivattyú kiépítési kampányt akart elindítani, amit nagyon sokan rossz néven vettek. Ugye pedig a hőszivattyú egy egyértelműen jobb dolog, mint a gázbojler, tehát nem nagyon lehet olyan helyzetet mondani, amiben ne lenne jobb, és tehát hogy mondjam, kevesebb kibocsátással jár meg. De tény, hogy macera, tehát hogy mondjam, senki nem szeret ugye fűtést cserélni a lakásában, pláne, hogyha ez egy újfajta fűtési rendszer, ehhez érteni kell, és még pénzbe is kerül. Tehát nyilván nagyon sokszor van az, hogy az emberek ennek ellenállnak. Mondok egy nagyon egyszerű példát, hogy nem tudom, hogy társasházban laksz-e, de ugye a legtöbb társasházban ugye előfordul eljön az a pont, amikor valamit fel kell újítani. Ugye festeni kell, tetőt kell cserélni, főnyomócsövet kell cserélni, valamilyen kellemetlen hülyeséget kell cserélni, ami egyébként nem is érdekel, és semmiképp nem akarsz rá pénzt költeni, ugye? És mindig vannak olyan emberek, akik nem azt mondják a közgyűlésben, akik azt mondják, hogy ez egy hülyeség, erre nincs szükség, mit tudom én, csaló a beruházó, ez egy baromság, nem tudom, csináljunk valami mást. Ahelyett, hogy azt mondanák, hogy ez egy nagyon jó ötlet, nagyon tetszik, csak nincs rá pénzem. Tehát, hogy szerintem nagyon sok embernek ez a menekülőút, hogy azt mondja, hogy ugye amikor azzal szembesül, hogy neki el kéne költeni egy csomó pénzt valamire, ami úgy, ahogy most működik az életében, tehát érted, télen azért megy a gáz, van jó, kifizetem meg, úgy nagyjából megy, hogyha azzal jönnek, hogy én akkor most álljak neki nem tudom hány milliós felújításnak, akkor természetes, hogy nagyon sok olyan ember lesz, aki azt mondja, hogy elmész a fenébe, hát hagyja engem békén, és nem azt fogom mondani, hogy
én egy önző szűklátókörű alak vagyok, aki fütyül a klímaváltozásra, nem azt fogja mondani, hogy ez egy igazságtalan, nem tudom, agresszív az én politikai szabadságjogaim ellen. Tehát, hogy, és ez egy természetes dolog. De ezzel nincs mit kezdeni, ezt valahogy le kell, mondjam, ezt át kell dolgozni a társadalomnak. Pontosabban nem igaz, hogy nincs mit kezdeni vele, nagyon fontos az, hogy, hogy a szociális hatásait figyelembe vegyük a klímaváltozás elleni fellépésnek. Tehát azt, hogy mindig, amikor az energiarendszert, az emberek akár a benzinfogyasztását, akár az energiaellátását nézzük, akkor ezek a dolgok minél szegényebb vagy, annál nagyobb részét teszik ki a jövedelmednek. Tehát, hogyha egy gazdag ember, valójában nem érdekel a dolog, mert úgyis csak egy, hogy mondjam, a pénzednek egy kis részét költöd ilyesmire, ha szegény ember vagy, akkor viszont ezek nagyon fontos tételek, és ugye minél szegényebb országban vagy, minél szegényebb ember, értelemszerűen azért láttuk, hogy mit csinált a magyar kormány a rezsicsökkentéssel, tehát, hogy azt nagyon fontos látni, hogy ha a klímaváltozás elleni harc nem veszi figyelembe azokat a szociális szempontokat, hogy ez egy hatalmas nagy beruházási feladat, amiben most már eljutottunk odáig, hogy az erőműveket meg a már nagyjából megreformáltuk, vagy legalábbis arra az útra tettük, hogy ott már tulajdonképpen meg fognak oldódni a dolgok, és most már ugye az emberek lakhatásával, vagy a lakásával, a közlekedésével kell foglalkoznunk, akkor bizony ezt úgy kell megvalósítani, hogy ne ez ostorezne a szegényeken csattanjon. És ezt üzenik ezek a szélsőjobboldali mozgalmak, akik azt mondják, hogy te nekem ne akarjál hőszivattyút berakni, mert a gáz az mennyivel jobb.